Szexuális wellnessről tartott előadást a Leap Women's Torresziget Fesztiválon. A Sexual Wellness Workshop and Toy Test elnevezésű programon a női szexuális egészségről, az ezt övező tabukról és a női örömöket szolgáló játékokról hallhatott a közönség egy izgalmas előadást. Ezt követően pedig ki is próbálhatta, akarom mondani, körbeadással kézbe vehette és megszemlélhette a szóban forgó játékokat. Sziasztok! Itt állok Lilivel és Fannival, a Leap Women's Store tulajdonosaival, akik egy nagyon izgalmas vállalkozást üzemeltetnek. Kérlek, meséljetek erről egy kicsit, mik a célkitűzéseitek és miért kezdtétek ezt el. Először is köszönjük, és szia! Tulajdonképpen mi vagyunk Magyarországon az első olyan sex shop, ami kifejezetten a nőkre fókuszál, meg a párokra is, meg ugye ez is a része. És miatt nekünk nagyon fontos volt végig a szexuális edukáció, meg a szexuális egészséggel való foglalkozás, és ebben tulajdonképpen egyedülállóak vagyunk a mai napig itt Magyarországon. Tudnátok mesélni arról egy kicsit, hogy látjátok, hogyan viszonyulnak a különböző generációk a szexuális wellnesshez? Igen, szerintem ez most már a mi korosztályunkban ez egy abszolút hangsúlyos téma. Szerintem nagyon sok olyan korunkbeli influencer is foglalkozik különböző pontokon, becsatlakozik ebbe a témába, ahogy mi is. Az idősebb generációnál meg azt látjuk, hogy akik a mi vendégeink, az nyilván egy szűrő, aki bejön hozzánk, de ott az idősek abszolút nyitottak. És sokszor tudnak is arról, hogy vannak ilyen szexuális egészséghez kötődő termékek, és hogy mit használjanak. Fiatalabbaknál ez még annyira nem hangsúlyos, a játékok inkább, viszont azt is ki kell emelni, hogy azért nálunk a 20 éves korosztály a legkevésbé reprezentált jelenleg. Miért van ez? Hát ez valószínűleg több összetevős. Az egyik még szerintem ők, hogyha vesznek is játékot, akkor azt így just for fun kipróbáljuk az adott partneremmel, megveszük a legolcsóbbat a neten, szóval nem előzi meg úgy igazából egy ilyen utánajárás, hogy mi az, ami tényleg jó lehet mindkettőjüknek. A másik része meg nyilván az, hogy mi csak minőségi, meg ellenőrzött játékokkal foglalkozunk, tehát, hogy van egy árszűrő is, tehát, hogy ez biztos, hogy közrejátszik abban, hogy nekik, ők árérzékenyebbek, ez egyértelmű. És mit gondoltak, hogyan járulnak hozzá a termékeitek az egészséges szexuális élethez? Alapvetően szerintem ez egy jó kiegészítés, akár párkapcsolatban, akár egyedül vagy, tehát hogy most nyilván nem az van, hogy veszel egy vibrátort, akkor állandóan csak azt használod, és akkor nem is lesz jó soha, hogy máshogy sem a szex. Ez inkább segít abban, hogy megismerd magadat, tud adni olyan másfajta érzékletet, másfajta stimulációt, mint amit magadnak nem tudsz, vagy a párod nem tud megadni, és attól, hogy így megismered azt, hogy neked mi jó, ettől ugye a párodnak is el tudod mondani, és akkor így a kapcsolatotok javul, a kommunikáció erősödik. A másik része meg, hogy van kifejezetten egy egészségügyi részlegünk, ahol a szexuális meg kismerencefeneki egészségügyi problémákkal próbálunk segíteni a nőknek. Itt lehet arról szó, hogy szülés utáni problémák jelentkeznek, vagy idősebb korban a menopauza, vagy egy eleve adottság, amin egyébként lehet segíteni. Nagyon izgalmas. És még egy utolsó kérdésem van, hogy mit üzennétek azoknak a nézőknek, akik szeretnék felfedezni ezeket a játékokat és a szexualitásukat, hol induljanak el, hogyan kezdjék ezt az utat? Mi alapvetően bátorítjuk őket arra, hogy jöjjenek be, és ennek a legfőbb oka az, hogy egy dolog, hogy látsz egy játékot a képen, és tetszik, meg le van írva, hogy hány erősségi fog, de nem érzed az anyagát, nem érzed, hogy az a rezgés honnan indul, hova erősödik, és így nagyon nehéz egy jó játékot venni, és sokszor, ha az első játékod egy rossz játék, az egészre rá tudja nyomni a bélyegét, úgyhogy én azt mondanám, hogy jöjjenek be, és nézzenek meg mindent.